A gimnázium egy Európai Uniós közoktatási intézmények számára a nyitott nemzetközi együttműködési programban vesz részt. A többoldalú iskolai kooperáció keretében a svéd Linköping, a francia Allé és a holland Maassluis középiskoláival működik együtt a fenntartható fejlődés témában, melyet a diákok több szempontból dolgoztak fel. A mi feladatunk a kérdőívezés volt, kérdőívet töltettünk ki a 9-esekkel és a végzősekkel. Ezeket a kérdőíveket a szelektív hulladékgyűjtés témájában állítottuk össze, hogy kiderüljön, mennyire tudatosak az itt élő diákok, illetve összehasonlítottuk a két év folyamot, hogy mennyire tudatosak. Mi is a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoztunk. Én a középiskolásoknak tartottam egy előadást, a 9-eseknek és a végzősöknek én is. Én az óvodában foglalkoztam a gyerekekkel, őnekik tartottam előadást a szelektív hulladékgyűjtésről. Én tulajdonképpen Magyarországról készítettem egy prezentációt, ebben bemutatom a nemzeti parkjainkat, a természeti értékeinket, állatokról, növényekről fogok beszélni. Én a városunkról készítettem egy rövid prezentációt, hogy mégis hol található az országban, és különféle érdekességeket említek meg benne, amelyek a diákok számára érdekesek lehetnek. Orsi azt is hozzátette, hogy mesélni fog a külföldi diáktársainak a 60-ban megrendezett fesztiválokról és a megújult Grassalkovics kastélyról is. A fenntartható fejlődés egy komoly és igen részletes téma, így a diákok először is a saját nézőpontjukból közelítették meg. Ebben a programban minden iskola 6 diákkal és 2 tanárral vesz részt. A bajzás diákoknak Szelei Orsolya és Kis Judit tanárnő segítette a munkájukat. A Comenius program keretében a fenntartható fejlődéssel foglalkoztunk, és hát nem sokan ismerték ezt a fogalmat, bebizonyosodott ez nekünk, ugyanis egy nagyon komplex felmérést készítettünk itt az iskolában a fenntartható fejlődésről, hogy mennyire ismerik a gyerekek. Ezen belül pedig a szelektív hulladékgyűjtésről készítettünk még egy felmérést. 4 partner találkozón vesznek részt a diákok, ahol minden helyszínen, minden iskola megjelenik, hogy a tanulók vegyes nemzetiségű csoportokban is együtt tudjanak dolgozni. A programban résztvevő diákok egytől egyik kiválóan beszélnek franciául és angolul, amely a kiválasztásuknál elsődleges szempont volt, hiszen Franciaországban családoknál laknak, így a nyelvismeret elengedhetetlen feltétel volt. Nagyon örülünk az ilyen jellegű projekteknek, mert nem csak a nyelvtanulásra jó, hanem egy-egy nem tantárgyhoz kötődő témakörön belül olyan ismeretet ad a diákoknak, amit egyébként feltehetőleg nem szereznének be, hiszen a fenntartható fejlődés nem a hétköznapi közbeszéd része, talán otthon sem erről folyik a szó, de nagyon fontos téma manapság. Az első projekt találkozót október 13-án kezdték meg a franciaországi Alléban, ahol a diákok péntekig különféle programokon vehetnek részt. A jövő tanév során pedig 60-ban látogatnak el a partneriskolák csoportjai.